Ez az első könyvem, és hát az indítatás az, mondhatjuk, hogy nem szokványos, a barátnőm külföldi, és volt szó arról, hogy esetleg szerencsét próbálunk az ő országába, és én arra gondoltam, hogy akkor nem fogok állásinterjúkkal járni, hanem én azzal a kifogással fogok otthon maradni, hogy én könyvet írok, és elkezdtem írni egy könyvet, amit aztán végül is befejeztem, és ki sem mentünk. Rinocérosz terápia ez a cím, mindenképp van benne önéletrajzi indítatás. Én dolgoztam orszarvúápolóként, és nagyjából ez inspirálta arra, hogy egy olyan történetet találjak, ahol az orszarvúaknak központi szerep jut. Ez egy kaland akció regény, ami valójában egy pszichoanalízis története. A főszereplő egy kalandsorozatba csöppen, és ennek során rádöbben, hogy ki is ő valójában, honnan származik, és az ő személyisége hogyan is alakult ki. A szerelem az első látásra volt a kézirattal. Ez engem nagyon szórakoztatott, én azt gondolom, hogy van egy olyan fokú vidámság és felülemelkedés mindenen, ami a köznapi nyomor, és valahova humorba fordítja azt, amit mi megélünk a mindennapokban. Ez nagyon kell, nagyon friss hang, nagyon máshonnan jön. Nem igazán tudnám irodalmi hagyományokba illeszteni azt, amit csinál, de elég provokatív és elég bátor ahhoz, hogy azt gondoljam, legyen helye a magyar könyvpiacon.